Szemetet szednek a diákok a bonyhádi országzászló környékén. Az akcióban való részvétellel ők is jól járnak. Az érettségihez elengedhetetlen 50 órából akár 5-8 órát is ledolgozhatnak. Bonyhádon az iskolások mellett a Felvidéki Egyesület tagjainak részvételével 23 helyszínen közel 700 önkéntes gyűjtötte a hulladékot. Tolnán a város civil szervezetei ezúttal is segítségére voltak az akcióban a város vezetésének. Itt a belvárosban alapvetően rend uralkodik. Sorházas település lévén az emberek rendszeresen takarítanak a portájuk előtt, így a szemétszedőknek nem volt sok dolguk. Nem úgy külterületen, ahol sűrűn teltek a zsákok. A legmegdöbbentőbb, hogy alig néhány lépésre a hulladékudvartól volt a legtöbb dolguk a gyűjtőknek. Főleg ilyen flakonokat, meg eldobált kis üvegeket, meg ilyen igazából konyhai hulladék a legtöbb. El lehetne vinni, nagyon, vagy több olyan zsák is volt, amiben bele volt pakolva minden, csak itt dobták ki. Teszed logójával ellátott zsákot ad át a 7100 a Városod Egyesület vezetője Szekszárdon. A közösség tagjai először csatlakoztak a várostakarításhoz. Most 4 pontról indulnak az egyesületi tagok vasárnap délután 2 órakor, és másfél-két órás személygyűjtési akciót tervezünk. Nagyjából a városnak egy ilyen 8-10 kilométeres sétáló szakaszán. A TESZED országos személygyűjtési akciót 8 éve szervezték meg először, azóta a kezdeményezés az ország legnagyobb környezetszépítő programsorozatává nőtte ki magát. Idén több 10 000-en tettek ezen keresztül a környezetük megtisztításáért.